akkor lehet eredményes egy katonai támadása, legalább háromszoros fölényben vagyok. Hagyományos fegyverekkel nem lehet háborút nyerni ma már. Ukrajna milyen státuszt ért el? Akkor azt kell mondjuk, hogy egy zéró kimenetelű játszmában van benne. Tehát itt nem Ukrajnáról kell beszélni. Tehát Ukrajna egy kísérleti telep lett. Ne higgyen senki abban, hogy itt a véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy ott tartunk, ahol. Tehát egyébként teljesen fölösleges a NATO, magunk között szólva. Pillanatnyilag csak ezer sebből vérzik Európa biztonsága. Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból, minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga külön kiadásának nézőit és hallgatóit, én Póca is fenn vagyok, és ahogy utaltam rá, ez egy speciális külön kiadás. A Scruton VP-ben vagyunk, közönség előtt, közönség segítségével, közönség támogatásával vesszük fel ezt a mostani beszélgetésünket. Vendégeim pedig Földi László, titkosszolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítványnak az elnöke, és Horváth József, biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ tanácsadója. Sziasztok, köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. És hát miről másról beszélgetnénk, mint háborúról? Nagyon sok kérdés van a fejemben ezzel kapcsolatban. Kezdjük talán a napi aktualitásokkal, az ukrán ellentámadás, amit most mindenkit foglalkoztat. Végre elindult, végre valahára elindult, viszont mintha megtorpant volna, sőt nem csak, hogy mintha megtorpant volna, hanem most éppen Zelenszkij is elismerte, hogy megtorpant az ukrán ellentámadás. Mit gondoltok? Mik az esélyek, mik a lehetőségek, meddig fog ezt tartani, mik lesznek az eredményei ennek? Jó estét kívánok, én is köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy erre úgy nehéz válaszolni, hogy most ellentámadás vagy nem. Hiszen gondoljuk végig az elmúlt egy év stratégiáját. Mi történt? Ugye mind a mai napig, vagy az elmúlt időszakig mondjuk így, az oroszok voltak egy offenzív magatartásban. Amit egyébként megmondtak az elején, van az a terület, amit ők el akarnak foglalni és el fognak foglalni. Ugye emlékszünk a Minszki megállapodáson meghatározott úgynevezett szakadár területeknek az elfoglalása. Beszéltünk később arról, hogy ez miért volt, csak most mint taktikai értelemben jelzem. És ugye az elmúlt egy évben, amire nagyon figyelt senki, főleg a média nem, egy nagyon komoly védelmi rendszert építettek ki azon a vonalon, amit úgy tekintenek, hogy tulajdonképpen az offenzívának a végpontja. Tehát ugye az őrület és sikoltozás, ami Washingtontól Brüsszelen keresztül Varsóig volt, már bocsánat a minősítésig, hogy az oroszok Európa elfoglalásában sopánkodnak, de legalábbis Kelet-Európa elfoglalásában, ez természetesen soha nem merült föl Moszkvában, hanem az, hogy ezt a területet gyakorlatilag annektálják, tehát már nem egy független régiója lesz, mint a Minszki szerződésben volt, hanem Oroszország része. Igen ám, csak Oroszországot meg kell védeni. És ez a bizonyos határ, a kiépített védelmi rendszer, amely ugye katonai értelemben egy háromdimenziós rendszert kell elképzelni, egy aknazárat, egy technikai zárat és egy élőerős zárat, ez kb. 2500 kilométer azért, tehát nem egy kicsi terület, gyakorlatilag ez egy védelmi rendszer. Tehát magyarul az oroszok defenzívába, tehát egy védelmi magatartásba mentek át katonai értelemben. Tehát az ukrán kvázi támadás a terület visszaszerzésének a céljából már, azt kell mondjam, jogilag nem, de de facto orosz terület visszafoglalásáról beszél. És ezért én úgy gondolom, hogy ez az ellentámadás vagy katonai offenzíva, ez nem lesz sikeres. Mit gondolsz, sikeres lehet-e, meg mi a cél? És engem nagyon érdekelne, hogy itt elhangzott egy fontos gondolat, hogy az oroszoknak a helyzete az egy defenzív helyzet. És hogy miért lett defenzív ez a helyzet? Kezét csókom, jó estét kívánok én is. Én azt gondolom, hogy azon túl, amit a Földi úrtól hallottunk, érdemes ezzel a jelenlegi helyzettel kapcsolatban megnézni azt, hogy az elmúlt néhány hónap során mit hallottunk, és ehhez képest mi a valóság. Azt hallottuk tavasz
óta, tél vége óta, hogy amint javul az idő, az ukránok megindulnak, és 12 hadosztállyal, nyugati fegyverekkel, nyugati kiképzéssel, és minden négyzetcentiméterét visszafoglalják az oroszoktól, beleértve a Krím-félszigetet is. És ehhez képest úgy érkeztünk el gyakorlatilag a nyárba, június közepét már elhagytuk, hogy ez a beharangozott, mindent elsöprő ellentámadás, ez még várat magára. És abszolút igaza van Lacinak, amit mondott, a oroszok védelmi vonalait illetően, amit kiépítettek az elmúlt hónapok során, azzal együtt, hogy nem csak védelmi vonalakat építettek ki az elmúlt hónapok során, hanem szisztematikusan és tudatosan kiszárították első lépésként az oroszok az ukrán légvédelmet. Az, amit láttunk az elmúlt hónapok során, hogy 3-5 naponként drónrajokat indítottak el Kijev, Harkov, Odessa és katonai központok ellen, ez nem szólt másról, mint hogy olcsó drónokkal, drága légvédelmi rakétákat kelljen az ukránoknak ellőniük, egyrészről, másrészről, hogy ne merjék ezeket a hatékony és eredményesen dolgozó légvédelmi rendszereket, mint az amerikai Patriot, elvinni például Kijev alól, és ne vigyék el a frontvonalhoz. Ez azért volt nagyon fontos, mert a 21. században úgy megindítani egy támadást, és lehet akármekkora fölénye, mert ugye azt mondják a stratégák, hogy akkor lehet eredményes egy katonai támadás, ha legalább háromszoros fölényben vagyok úgy létszámban, mint technikában a védekezővel szemben. Védekező előnyben van, beásta magát, ül a lövészárokba, és a többszörös védelmi rendszerében bízik. De hogyha nincs meg a légi fölényem, és nincs meg a légi fedezete egy ilyen támadásnak, akkor annak csak tömegmészárlása vége. Ukrán katonák az elmúlt napok során érdekes módon kiszivárognak és eljönnek azok a hírek, amikor elmondja egy katona, hogy részt vett az első támadásokban, az egységéből ő egyedül maradt élve, mert levegőből pusztították el a harckocsikat, a páncélzott szállító járműveiket, mielőtt még elérték volna az oroszok első védelmi vonalait. Tehát én azt gondolom, hogy az, amit most látunk, annak az egyik oka az az ukránok oldaláról, hogy nincs megfelelő légvédelmük, amit biztosítani tudnák a rendszert. Másik oldalról pedig azt is látni kell, hogy az oroszok részéről a gazdasági háttér, amelyhez a hadipari hátteret is értsük ide, abszolút mértékben biztosítva van. Az ukránoknál pedig ehhez képest egy lélegeztető gépen vannak. Egy adatot még és befejezem. Az orosz gazdaság, a Világbank, tehát nem egy orosz értékelés, a Világbank értékelése szerint 2014-ben volt utoljára a világ első 10 gazdasága között. A következő év mit gondolnak, hogy melyik volt? 2022. 2022-ben újra a 8. volt a világon. Tehát ez csak arról, hogy a potenciált illeti, hogy mekkora támasz van egyik meg a másik mögött. Köszönöm. Azt, ha megengedik, hozzátenném, hogy ha stratégiailag nézzük a modern háborúkat, akkor sajnos meg kell állapítani, és az elmúlt 70 év ezt igazolja szerintem, az összes amerikai 24-25 megkezdett háború, hogy hagyományos fegyverekkel nem lehet háborút nyerni ma már. Tehát az, amit ugye a tábornok úr itt levezetett, Horváth úr, az katonapolitikailag tökéletesen bemutatja, hogy milyen technikai feltételek kellnek ahhoz, hogy kevesebb veszteséggel frontot lehessen tartani. Tehát nem legyőzni a másikat, hisz az oroszok sem képesek rá, bármennyire is erős a gazdaság, bármennyire is van mondjuk 15 ezer tankjuk, a 5-6 ezer tankhoz képest, ugye, ami a NATO-nak már Európában rendelkezésre áll, és hiába van 3 millió besorozható, kiképzett katonájuk a szerényebb képességű ukrán és NATO-val szemben, ez nem jelent garanciát a győzelemre. Ezért az orosz stratégiának, offenzív stratégiának sosem volt célja az, hogy ilyen értelemben egy abszolút győzelemre törekedjenek. Az ott a célja, és ezt valósítja meg tulajdonképpen, és innentől kezdve katonai megoldásokon keresztül, hogy kialakíthassa azt a fajta új pozícióját védelmi értelemben és területi értelemben, amelyet meg is tett.
hanem a 21. században lehet persze háborút nyerni potenciálisan és papíron, de ehhez egészen más fegyverek kellenek. Ugye ehhez kell az atom töltetű nukleáris rendszer, ehhez kellenek a komolyabb drónok, tehát nem ilyen játékok, amiről itt szó volt, ehhez kellenek az űrfegyverek, amelyeknek a hatékonyságát föl se tudjuk mérni jelen pillanatban, és a vírus hadsereg is ehhez kell, amelyről ugye a Covid-ban azért kaptunk kicsi ízelítőt, hogy ez hogy működik. Tehát ezeket viszont nem lehet bevetni, ha belegondolnak, hiszen ennek a következményeit senki nem tudja fölmérni, kivéve, hogyha abból indul ki, hogy a Földet elpusztítjuk, úgy, ahogy van. Tehát ez is egy nagyon fontos tétel, mert az egész ellentámadás, ugye a kérdésre visszatérve, tulajdonképpen emberi mészállást jelent. Tehát itt semmiféle alternatívája annak sajnálatos módon katonai hadászati értelemben nincs, hogy le kell ülni, és a tárgyaló asztalnál kell most már valamiféle konszenzusra eljutni, amelyben nyilvánvalóan mind a két félnek engedni kell. Tehát most nem arról van szó, hogy az oroszok örök időkre az ő elképzelésüket bebetonozva érezhetik, de nyilván pillanatnyilag egy erősebb pozícióból tárgyalnak. Pont erre akartam kihegyezni a kérdésemet, hogy ezzel azt is mondjátok, hogy nem az ellentámadás kellett volna és kellene erőltetni, hanem inkább a diplomáciai csatornákat, és még az ellentámadás előtt. Kérdezem ezt úgy, hogy az ezzel szemben érvénye mindig az, hogy ha tudnak eredményeket elérni, akkor egy jobb tárgyalási pozícióban indulnak majd az ukránok. Igen, én azt gondolom, hogy az ukránok most tipikusan egy 22-es csapdájában vergődnek. Tekintettel arra, hogyha nézzük az elmúlt napok történéseit, ugye egy afrikai békedelegáció megy el Ukrajnába is, meg Moszkvába is, vagy Szentpétervárra. És azért Putyin elnök jól időzítve előveszi azt a papírt, amivel megmutatja, hogy hát tulajdonképpen tavaly áprilisban az ukránok által aláírásra került egy békemegállapodás, ami nem szól másról, mint hogy hat nagy hatalom, amiben benne van Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország, garantálják a semleges Ukrajna biztonságát. Ehhez képest, ami még vita tárgya volt, hogy hány harckocsia legyen, hány repülőgépe legyen, na most ehhez képest az elmúlt év történéseit, ha megnézzük, hogy ahhoz a béke megállapodás tervezethez képest Ukrajna milyen státuszt ért el, akkor azt kell mondjuk, hogy egy zéró kimenetelű játszmában van benne. Tehát embereinek a tízezrei pusztultak el értelmetlenül, városai váltak romhalmazzá, láttuk a Kaufkai gáttal, mi történik, látjuk azt, hogy az infrastruktúrája van, mi történt Ukrajnának, és még hosszan-hosszan sorolhatnám, 10 millió ember közben elhagyja az országot, akinek jelentős része nem fog visszatérni Ukrajnába az életben. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben Ukrajna felesleges, értelmetlen és nagyon komoly, szörnyű áldozatokat hozott, ahhoz képest, hogyha a béke felé tett volna tavaly áprilisban egy jelentős lépést, akkor szerencsére már mi is lehet, hogy a nyárnak a várható szépségeiről beszélnénk, és nem ilyen szomorú témákról. Igen, csak az a probléma, egyetértve, amit mondtál, hogy ez nem Ukrajna tétele. Tehát itt nem Ukrajnáról kell beszélni. Tehát Ukrajna egy kísérleti telep lett tulajdonképpen, olyan érdekkörök szempontjából, és akkor mindjárt elmondom, szerintem nagyon egyszerűen lehet ezt modellezni, amelyek és akik ma a világban olyan gazdasági tételként működnek, hogy fegyvert gyártanak, gyógyszert gyártanak, logisztikát biztosítanak, és utána építőipari adottságokkal rendelkeznek. Gondoljunk egy BlackRockra vagy hasonló rendszerekre. Tehát ez a háború, ez nagyon egyszerűen csak arról szól, és szólt, hogy hogyan lehet a gazdaságban ezeket az iszonyatos multiknak az érdekviszonyrendszerét megteremteni. Lehet, hogy ez most furcsa, hogy mondom, mert formálisan az oroszok indítanak offenzívát, és mégis az igazi eredményeket profit oldalon azok a rendszerek fogják kivenni tulajdonképpen az ukrán földből, akikhez semmi köze Oroszországnak. Tehát itt van egy óriási, engedjék meg így fogalmazzak, átverés a történet hátterében. És nem véletlen az, hogy számolatlanul mennek a NATO fegyverek, hogy folytassák a háborút, mert a háború, ahogy is említettem, győzelemről nem szólhat, a pusztításról igen. A pusztítás mögötti újjáépítés potenciáljáról pedig abszolút értelemben.
És hogyha így közelítünk gyakorlatilag az ukrán tételhez, akkor én azt gondolom, hogy az ukrán vezetés az most mindegy, hogy meggondolatlanul, vagy hazáruló módon, hogy keményebben fogalmazzak, tulajdonképpen a saját országát teszi tönkre. És az első pillanattól ez az igazság. És hogy az a mondat, Angela Merkeltől emlékszünk rá, aki azt merészelte mondani, legalább miért mondja, hogy a Minszki szerződésben, amiben egyébként az angolok, franciák és a németek bábáskodtak, ugye 15-ről beszélünk, nem feltétlen tavaly évről, azt mondta, hogy az csak egy időhúzásra volt jó, hogy Ukrajnát föl tudják készíteni egy komoly ellenállásra, ugye Oroszországgal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta katonai szinten megjelenő kérdéskör, ez egy nagyon pici szelete tulajdonképpen annak a háborúnak, amelynek a következményeként, nem tudom, hogy erről akartál beszélni István, gyakorlatilag az egypólusú világból 30 év után újra kétpólussá vált, és ennek egyetlen nagyon rossz üzenete van, hogy a kétpólus, emlékszünk rá, ugye a múltból, az mindig konfliktus helyzetet jelent nemzetközi értelemben. Melyik kettő pólusra gondolsz? Hát van az egy pólus maradványa, az Egyesült Államok által irányított rendszer, és az új BRICS-nek hívható orosz-kínai bábáskodás mellett létező új gazdasági közösség, amelyek ugye a dollárt tagadják már, amelyek egy egészen más szisztémában kívánnak együttműködni, és amelyek egyértelműen kimondták azt, hogy az amerikai hegemóniából nem kérnek. És ebben olyan országok vannak, mint Szaúd-Arábia, amelyről a legutolsóként gondoltuk volna valaha véleményem szerint, hogy az amerikaiak mögül ki fognak lépni, nem, hogy mögül lépnek, elsők voltak, akik a BRICS-hez átigazolni kívánnak, jelezve, hogy szerintük a világ egészen más irányba megy. Szeretnék még picit maradni ezeknél a kérdéseknél, amit mondasz, az egy nagyon tudatos, nagyon nagy tudatosságot feltételezel a nyugat részével, nyugat egy része részéről a háborúval kapcsolatban, meg feltételeztek talán mind a ketten. De azért az egy relatíve bizonytalan befektetés, és ha már képbe hoztad a BRICS országokat, akkor azért egy fontos és érdekes adalék Franciaországnak a mozgása, Macronnak a mozgása, aki meg pont, hogy szeretne betörni ebbe a BRICS tengelybe, és akkor most ő kitör a nyugatból, vagy ezt hogy értékelitek? Szerintem ennél bonyolultabb is, meg egyszerűbb is a képlet. Egyrésztről, ha megnézzük azt, amit a László itt elindított, az valóban én is azt gondolom, hogy itt egy tudatos építkezés volt. Tehát, hogy válaszoljak itt, ne higgyen senki abban, hogy itt a véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy ott tartunk, ahol. Tehát ha 2014-15-ben megnézzük azt, hogy a narancsos forradalomban az Amerikai Egyesült Államok a Majdannál végrehajtott pucsba 4,5-5 milliárd dollárt investált. Ha megnézzük azt, hogy az a Victoria Nuland teszi ezt, és vezényli le ezt az egész folyamatot, aki most egyébként az amerikai ügynek a második embere. Ha hozzátesszük rögtön azt is, hogy ezután a irányváltás után, és abszolút egyetértve, amit Laci mondott, hogy a tekintetben, hogy Ukrajnának az elmúlt függetlenségét tekintve 30 évének a legnagyobb tragédiája az, hogy az ukrán társadalom nem tudott kinevelni egy Ukrajna iránt elkötelezett politikai elitet. Mert mi történik? Volt egy, a szétválás után, 92 után egy posztszovjet orosz oligarchákkal irányított Ukrajna, ami messze nem volt a Kánaán és a világnak a kellemes pontja. Ehhez képest 2014-15 után sem jött el a megváltás a számukra, ezután nem történik más, csak egy elitváltással, az Egyesült Államok irányába elkötelezett új oligarchák, új éhes tigrisek jöttek a pályára, akik újra lefölözték az országot és kizsigerelték. Másrészt pedig belevitték kalandor módon ebbe az egész háborús őrületbe, mert azt se felejtsük el, hogy azért az oroszok és mellette egyébként nyugaton a magyar kisebbséggel szemben az sem véletlenül indultak meg ezek az atrocitások, hanem egy tudatosan felépített történet volt az ukrán titkosszolgálat által, megszerkesztve, összerakva, az ukrán politikai vezetés által jóváhagyva. Ehhez képest egyébként visszatérve egy gondolat elejéig a kétpólusú vagy akár többpólusú világ kialakulására és a franciákra konkrétan. Tehát ne felejtsük azt el, a francia politikai elit ugye mindig próbál
a németekkel vagy a britekkel szemben egy önálló entitásként megjelenni, például a hadiparban. Ezelőtt két évvel, amikor megalakul az angolszász AUKUS szövetség, amiben ugye a britek, amerikaiak, ausztrálok vannak benne, ennek első hozadéka az, hogy a franciákkal aláírt megállapodása van Ausztráliának, hogy dízel tenger alatt járókat vásárol, sok-sok milliárd euróért Ausztrália. Aláírt szerződés van. Ehhez képest ezt az amerikaiak utasítására az ausztrálok így kettét épik, és vásárolnak az Egyesült Államoktól atommeghajtású tenger alatt járókat. Az ausztrálok ezzel gyakorlatilag a francia hadiparnak egy nagyon kemény ütést vittek be. Ehhez képest, mikor elmegy Macron elnök Kínába, és hazafelé megvilágosodik, hogy ne akarjunk vazallusok lenni, azért a zsebében ott van sok milliárd eurós szerződés a kínaiaktól. Tehát azért oka van itt mindennek a függetlenség és a francia gloire-nak a fényesítésén túlmenően is. Amihez még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy milyen furcsa az, hogy ahhoz képest, hogy ilyen hangzatos kijelentésekkel repül haza a francia elnök, utána hirtelen valakik csendre intik, vagy elmagyarázzák neki, hogy ennek milyen kockázatai vannak, mert hirtelen beáll a francia elnök is a sorba, és továbbra is azt gondolja, hogy ezt a nyugati politikát támogatni kell, és nem jó ez a túlzott önállóság. Amiről ti beszéltek, azok szintiszta érdekek. És milyen helyzet az értékekkel? Mert az Európai Unió végértékek mentén közelít, értékeket kommunikál ebben a kérdésben. Ugye pont minapi hír, talán kedves közönségünk is találkozott fel, de az Európai Bizottság ne elkalkulálták volna magukat, és kiderült, hogy a túlszaladt a költségvetésen a Ukrajna támogatása, meg egyéb más kérdéseknek a támogatása, és hát a tagállamoktól most azt várja az Európai Unió, hogy újabb befizetéseket tegyenek, hogy legyen elegendő pénz az EU-s kasszában. Igen, csak Isten, fontos pontosan fogalmaznunk, hogy azt mondjuk, hogy a tagországoktól azt várja az Európai Unió. De az Európai Unió azok a tagországok. Tehát itt akkor miről beszélünk? Tehát ugye itt van egy elit, egy mondjuk úgy adminisztratív vezetés, amelyik természetesen nem Európa érdekeiért dolgozik, mert ha azt tenné, akkor ő lenne az első, aki nem engedi meg, hogy Európát gyakorlatilag megfosszák egy olcsó energiától, kvázi Európát ketté vágják, Oroszországot odalökjék Ázsiának, gyakorlatilag ez történik, és ahelyett, hogy Európa erősödését támogatnák, egy nagyon komoly orosz, ma cárizmust építő Oroszország, azért mondjuk ki bátran, nem egy amerikai demokrácia, de nem is a Szovjetunió, nem is egy kommunista rendszer, ezeket sokszor keverjük itt össze-vissza, főleg akinek ez érdeke, hanem ketté vágják Európát, ebben partnerek, gyakorlatilag megfosztják a német ipart egy olcsó energiától, és a mai világban nyilván közgazdászok talán nem hazudtolnak meg, ha azt mondom, hogy a gazdaság fejlődésnek az egyik lényeges eleme az olcsó energia. Hát a drága energiával nem tudok kereskedni. Ezt megengedik, sőt bevezetik, sőt erőltetik, ugye elvágják a szimbólumát annak, ami az elmúlt 30 évben kialakult a német-orosz egységben, ez az északi áramlat, ez nem egy gázvezeték, hanem egy szimbólum, ami arról szólt, hogy igenis a két nagy gazdasági érdekkör, ami a történelmileg is mindig próbált közeledni, vagy éppen szembefeszült egymással, ez a 21. században egy esélyt ad Európának a fejlődésre, és hogyha ez létrejött volna, akkor Amerika és Kína sehol nincs, hogy kicsit durván fogalmazzak. Most ez sem Peking, sem Washington nem nézte jó szemmel, különösen Washington nem. Mert mi történik ma Európával? Gyakorlatilag az Egyesült Államok 51. állama lett. Miért is? Mert onnan kell energiát vennie, nincs saját. És nincs biztonsági fedezete, hiszen a NATO 15%-át tudja katonai képességben az Európai NATO Szövetség. Mert a 75 ugye az amerikai, és 10 pedig Törökország, amelyik nem annyira európai ország azért. Tehát magyarul ez a bizonyos grémium, akit mi úgy hívunk, hogy az Európai Unió, ez nem az. Ez Európa árulóinak a csoportja. Mondjuk ki bátran, hiszen minden olyan lépés az elmúlt 10 évben, és nem menjünk messzebb vissza, az egyértelműen Európa visszafejlesztéséről,
tönkretételéről, és nem csak gazdaságilag. Hát nézzük meg ezeket az új filozófiákat, az LMBTQ, gender és egyéb őrületeket, amivel az ifjúságot tönkreteszik tudatosan, és egy jövőt tesznek ezen keresztül tönkre, ez mind-mind az unió irányítása mellett történik. Egyébként a franciákon még csak annyit pontosan elemezve, amit a Jóska mondott, hogy a franciák rettenetesen nagy bajban vannak. Hát nézzük meg, Franciaország ég, szó szerint ég. Már úgy értem, hogy lángol, hiszen mindenhol a migrációs probléma, a gazdasági problémák, az ebből következő hatalmi veszteségek, és ugye a francia mentalitásnak a háttérbeszorulása, a kultúra, az identitás eltakarítás, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, az elképesztő katasztrófát jelentem a Franciaországban. Tehát az a Macron, akit tulajdonképpen a mainstream ML hatalommal emlékszünk rá, hiszen 3 hónap alatt találtak az utcáról valakit, és lett belőle elnök egy olyan országban, ahol azért egy dögolok voltak, meg Giscard d'Estaing, meg hadd ne soroljam, milyen elnökök voltak hatalmon, tehát államférfiak. Gyakorlatilag ő is rájött arra, hogy Franciaországban bevonult a történelembe úgy is, hogy ő az, aki az utolsó injekciót belenyomta a társadalomba azán keresztül, hogy megszűnik Franciaország. Mert ma, hogyha egy picit tovább lépünk a stratégiában, ott tartunk Európában, hogy melyik ország milyen gyorsan szűnik meg. Hiszen Ukrajna már megszűnt. Nem mindig mindenhol fegyverrel fog megszűnni, de az a tendencia megmarad, és ezt kell nagyon világosan megérteni. Amely elindult, és az Ukrajnából egy ilyen, hogy mondjam, nagyon drasztikus megoldásban működik, ez minden országot elérhet. Hiszen ma már az Európai Unió tart, picit a témától eltérve, ugye itt a migráns kvótával összefüggésben, hogy nem kell egységes szavazás, hanem többséggel ráerültetem azokra is, akik nem akarnak szót fogadni. Tehát ez nem Európai Unió történet. Sajnos nem térünk el a témától, méghozzá azért nem térünk el a témától, mert szerettem volna az európai belső ügyekről picit beszélgetni, és akkor örülök, hogy erre kanyarodott végül is a beszélgetésünk ezen a ponton. Azért sok minden kavargott bennem, miközben beszéltetek. Az egyik Macronnal kapcsolatban, hogy azért ő mintha vissza akarná szerezni a franciáknak az önállóságát, vagy én érzékelem rosszul, mert hogy összerúgta a port a német kancellár, akik eddig irányították és karban tartották Macron, de közben meg közeledik azokhoz az olaszokhoz, akik meg, hát ugye a német kancellár egy balos, és közeledik a jobboldali Olaszországhoz, vagy ezt ne így nézzük? Ezt már ne így nézzük, tehát itt már én azt gondolom, hogy a nyugat-európai politikai eliten belül az, hogy éppensége valaki most kereszténydemokrata, szociáldemokrata, kicsit zöld, nagyon zöld, vadul zöld, ez már sok szempontból teljesen mindegy, itt inkább úgy kell föltenni, hogy szuverenista, vagy pedig egy új Európai Egyesült Államok párti. És ha megengeded egy gondolata, visszatérnék itt az értékekre, amiről beszéltél, hogy hát hol vannak azok az európai értékek ebben a háború kapcsán is akár. És itt ez az 50 milliárd eurós történet. Én azt gondolom, hogy erről azért érdemes még beszélnünk két mondatot, mert ennél sokkal rosszabb a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió vezető, és itt most Ursula von der Leyen asszonytól kezdve beszéltünk a Covid óta, hogy még nem érdekel senkit az, hogy az a néhány 10 milliárd euró, amiért vásárolunk 4-szer annyi oltóanyagot, mint amennyire szükségünk van, és drágábban, mint amennyit ért egyébként más országok vásárolják, azok a pénzek hová tűntek. Na most ez azért fontos, és a mostani Eva Kailis történetekhez, ők azt kell, hogy mondjam, ilyen kezdőjátékos tanulók, hiszen itt eurómilliárdokat is le lehet nyúlni, és nem néhány 10 millió csak. Itt ez az 50 milliárd azért nagyon furcsa történet, mert miért pont 50? Miért nem 40, miért nem 35, vagy miért nem 100? Tekintettel arra, hogy ugye az ukránoktól időről időre hallunk számokat, hogy hány 100 milliárd kell ahhoz, hogy majd újraépítsék az országot virtualitás szintjén, hiszen még azt sem tudjuk, hogy az ország mekkora lesz majd a béke után. Addig milyen pusztítás történik, de időről időre ők már tudnak számokat mondani, és a nyugat úgy is csinál, mintha komolyan venné ezeket a számokat. Na most ehhez képest az 50 milliárdnál, akkor, amikor az Egyesült Államok vezetése időről időre bedobja ezeket, hogy
25-30%-a a támogatásoknak akár fegyverbe, akár pénzbe érkezik, az kézen közön eltűnik Ukrajnában. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha 50 milliárdot oda akar adni az Európai Unió, egyébként a egyes országoktól elvéve azt a pénzt, tehát nem egy feneketlen hordóban turkál az Unió már, hogy annyi pénzünk van, hogy nem tudjuk hová költeni jó dolgunkban, 50 milliárdot dobjunk oda az ukránoknak. Nem. Itt már ennél sokkal rosszabb, mert a Covid-nál már hiteleket vett fel az Unió az összes állam nevében. Most is arról van szó, hogy az uniós támogatásokat szabjuk újra, és 50 milliárdot vegyünk el. Na most... Nem hangzik el akár Ursula von der Leyen-től, hogy igen, de előtte garanciákat akarunk, mint Európa. Személyi garanciákat akarunk, hogy ezek a pénzek célzottan oda mennek újjáépítésre és nem tűnnek el, vagy olyan garanciákat akarunk, amit itt a Laci is elkezdett, hogy üzleti garanciákat, hogy európai cégek megkapják az újjáépítésből a lehetőséget, amiből prosperálni tudnak az európai cégek, és nem a tengeren túli cégek kapják meg. Tehát ez sem hangzik el von der Leyen asszony részéről, hogy akár ilyen feltételeke is, mert erre azt lehet mondani, hogy ez egy befektetés, az 50 milliárd, és lehet, hogy jól jövünk ki belőle. Tehát nem, itt én azt gondolom, hogy ennél sokkal rosszabb történetek vannak emögött, amit, hogyha az Európai Unió egyes tagállamainak vezetői magukévá tesznek és elfogadnak, azzal az utolsó lépések egyikét teszik meg az uniónak a effektíve felszámolása felé. Most a kérdésed, hogy a franciák. Én azt gondolom, hogy valamit nagyon világosan kell látni. Furcsa módon azt kell mondjam, hogy Európa jövőjének az egyik stratégiai iránya, hogy mit akar Moszkva. Attól függetlenül, hogy Oroszországot taktikai értelemben elfordították ugye Európától. Igen ám, csak ugye az orosz társadalom, amelyik minimum 70%-ban mindig is Putyin mögött állt, és ezt mondom a cárizmus lényegének, vagy egy kicsit furán fogalmazva, az most egyébként 82%, úgy mellékesen, régi titkosszolgálati emlékeinkből 10%-ot el lehet csalni egy választáson, nagyon ügyesek vagyunk, de 70-80-at nem. Tehát ott egy társadalmi erőtér van tulajdonképpen az orosz politika mögött. Hát ezeknek az embereknek a torkán ledugni, hogy innentől kezdve nem Európa leszel, hanem Ázsia, ez szerintem megoldhatatlan. Tehát ugye az első Lavrovi nyilatkozat még tavaly nyáron az volt, hogy ja, hát ha Európa úgy gondolja, akkor szüntessük meg akár a diplomáciai kapcsolatot. Nem tudom, hogy emlékszünk ezekre a mondatokra. Ugye akkor én egy kicsit pánikoltam ott lányfalusi magányomban, mert mondom, innentől kezdve számolva ez egy egészen más világ lesz, és itt Magyarországnak csak vesztes szerep fog jutni. Nem ragoznám, mert az meg egy műsor kellene, hogy elemezzük az okot. De ugye a legutóbbi Lavrov nyilatkozat nagyon érdekes volt, miközben a két pólus alakul ki, még nem alakult ki. És ez egy nagyon fontos tétel. Most körülbelül ezt úgy tudnám érzékeltetni kicsit képzavarral, hogyha egy piramisként képzelünk el egy rendszert, amely egy centrális, egy pólusú rendszer volt, akkor a piramis most eldőlt, de az oldalára dőlt el. Az, hogy a csúcsára emelkedik el, mint amit egyébként a mainstream szeretett volna, egy ilyen nagyon centrális világkormánnyá alakítani a világot, vagy a talpára állítjuk, ami egyébként a normalitása tulajdonképpen még egy centrális hatalomnak is, ez nem eldöntött. Most egy átmeneti helyzetben vagyunk. És Rallor azt mondja a legutóbbi nyilatkozatában, hogy egyébként pedig a BRICS-ben szívesen várjuk az európai jelenkezőket. És ez egy nagyon fontos mondat Európa értelmében. Még nem arról beszélünk, hogy ki mit enged, ki kinek a csókosa lesz, ugyan csúnyán fogalmazzak, hiszen nagy hatalmak játékterévé alakul át ugye az Európában lévő kis országok lehetősége, de megvan annak a modellje, hogy tulajdonképpen a francia igyekezet ebben az irányba lát esélyt magának, tehát Franciaország szempontjából és Európa védelme szempontjából. Ugye az a történelemből ismerjük, hogy a franciák azért nem mindig hódoltak be, vagy legkevésbé hódoltak be az amerikai törekvéseknek. Ugye Németország nem behódolt Amerikának, hanem a II. Világháborút követően, nem pontosan fogom idézni, tulajdonképpen amerikai gyámság alá került, amely gyámság a mai napig nem szűnt meg. Döbbenetes módon, miközben Németország úgy tűnt nekünk,
hogy egy prosperáló, fejlett és valóban egy nagyon fejlődött gazdaságot, világot hozott létre, társadalmat magyarul, ekközben az amerikai, hogy mondjam, szorítás mindig fölötte van, amelyet most érvényesítenek gyakorlatilag. Tehát az a vezetés már Merkelnél is megvolt, a mostani egyértelműen csak és kizárólag Washington utasításait hajtja végre. Még akkor is, ha Németországnak, kvázi, ezen keresztül Európának az érdekeivel szemben van. Tehát a franciák itt látnak egy lehetőséget, és hogyha tovább megyünk a történelem kutakodásba, azt is tudjuk, hogy az orosz-francia élet azért a történelemben jelen volt, hiszen az orosz bojárok ugye franciául beszéltek, jelezve, hogy ők európaiak, és nem feltétlenül ilyen szibériai szlávok, hogy a magyar arisztokrácia németül bizonyos időszakban. Tehát volt egy ilyen nagyon erős identitás francia szempontból. Tehát én úgy gondolom, hogy a macroni lépés most akárki is tanácsolta neki, ez most egy lehetőség afelé, hogy valóban föltörjük ezt a merev szembenállást a régi pólus és az új kialakuló pólus között. Mert hogyha ez valóban megszilárdul, akkor folyamatos gazdasági, politikai és adott esetben katonai szembenállásokat fog jelenteni, ahogy a régi időkben, a 90-es éveket megelőzően volt, csak akkor szocializmusnak hívtuk meg, kapitalizmusnak hívtuk a szembenállás lényegét. Tehát én ebben látok egy esélyt. Ez annyit tennék hozzá, hogy ez a folyamat, ez a kettő vagy több pólusóvá váló világnak valóban így vagy a franciák is lehetnek egyfajta ilyen úttörői, ugyanakkor ez a folyamat elindult. Tehát nézzük meg azt, hogy Törökország például. Törökországot évtizedek óta toporog az Európai Unió kapujába, hitegetik, ennek ellenére nem sikerült egy fél lépéssel sem közelebb jutni Európához, illetve 5 millió emberrel Németországban sikerült erős hídfőállásokat kiépíteniük. Ugyanakkor Törökország, mint a NATO második legerősebb hadseregének birtokosa, aki egyébként az elmúlt 10 év során a Közel-Keleten, Észak-Afrikában az egyik legerősebb érdekérvényesítő erővel jelenítődik meg, és mint középhatalom pillanatnyilag is egyenlüli olyan fél, aki az orosz-ukrán háborúban közvetítőként tudott fellépni például a gabonaszállításoknál. Ez a Törökország NATO tagként most bejelentette, hogy ő szeretne csatlakozni a BRICS országokhoz. Ehhez tegyünk hozzá katonailag még két dolgot. Évekkel ezelőtt a török hadsereg úgy döntött, hogy Oroszországtól vásárol S-400-as légvédelmi rendszert, ami legalább olyan jó, mint az amerikai Patriot. Az amerikai kormány ezen jól megsértődött, üzletileg is, politikailag, biztonságilag is, hiszen mondták ők, hogy ez, mint NATO tagország, egy orosz fegyverrel, ez kockázat. A törökök bejelentették, hogy ők szeretnének vásárolni S-35-ös lopakodó, legújabb vadászbombázót az Egyesült Államoktól. Egyesült Államok durcás lett, azt mondta, hogy vettetek S-400-t oroszoktól, nem adok nektek F-35-ös lopakodót. Eltelt néhány év, most az Egyesült Államok külügyminisztere elment Ankarába, és azt mondta, hogy meggondoltuk magunkat, mégis adnánk nektek F-35-öst. Törökország erre mit válaszol? Köszönjük szépen, mi már építjük a sajátunkat. Tehát, és nyilvánvaló, hogy nem a török mérnökök zsenialitásával építik. Ne zárjuk ki ezt, hogy vagy orosz, vagy kínai technológiát vásároltak ehhez. Tehát ez a fajta kétpólusúvá válás azért is lesz egy nagyon furcsa átmeneti időszak, hiszen itt most a NATO második legerősebb országáról beszélünk katonailag. Tehát nem látjuk még azt, hogy ennek milyen furcsaságai lesznek, akár a franciák részéről, akár mások részéről. Itt egy útkeresés és évtized, vagy akár évtizedek lesznek majd, ami valóban így van, hogy rengeteg veszélyt rejt majd magában, míg ez le nem tisztul, vagy ki nem, le nem ülepszik ez az egész felzavarodott világ. Nagyon ezt a kétpólusú világrendszert mondjátok mindketten, de most újra te ezt erről hangsúlyoztad, és mondtad, hogy erre tartunk, ez most a geopolitikai gondolkodás. Mi hajtja, vagy ki hajtja, vagy kik hajtják ezt a geopolitikai gondolkodást, és ezt a szétválasztást?
Kérdezem ezt abból a szempontból, mert pont ebben a műsorban legutoljára Szomráki Béla Olaszország szakértő volt a vendégem, aki Olaszország kapcsolatban azt mondta, hogy Olaszország egy megszállt ország, nem a maga ura, hanem elsősorban az Egyesült Államok érdekei, meg más európai érdekeknek a fogja, és mások irányítják az alapvető geopolitikai elképzeléseit. És még egy kérdés, ha szabad még egy kérdés berobni ebbe a kalapba, azt hiszem, László, te mondtad, hogy Magyarországnak vesztes szerepet szántak. Mindenki vesztes szerepet szánt Magyarországnak? Ugye geopolitikailag nagyon egyszerű a képlet, hiszen 70 év alatt semmi más nem történt, mint az Egyesült Államok hatalmának a stabilitása, kiépítése és stabilitása minden szempontból. Ugye hívták a világ csendőrének, a legerősebb hadsereg birtokosának, és gyakorlatilag a gazdasági szempontból is, ugye a dollár szerepét nem eléggé hangsúlyozva, gyakorlatilag ez a képlet ki is alakult, tehát az egypólus létrejött. Én azt gondolom, hogy ez az egypólus, miközben voltak ellenkező ideológiák, hogy a Putyinnak is a filozófusa, a Dukin, Alexander Dukin volt az, aki azt mondta, hogy négy pólusú világot kell létrehozni, nem tudom, hogy ezt nyilván a hallgatóság nagyjából ismeri. Ugye vertikálisan építette volna fel ezt a négy pólust, az Egyesült Államok, Dél-Amerika, tehát ilyen amerikai földrész, aztán Európa, ugye Afrikával közösen, Eurázsia, Oroszországgal az élen és ugye Iránig le, és a Távol-Kelet. Tehát ez a négy ilyen felépült, ezek, mondja ő, egyenrangú félként vannak jelen a világban, kereskednek, de nagyon fontos mondata volt az egypólus az amerikai értékkel szemben az, hogy a nemzetállamok fontosságát hangsúlyozza. Tehát ez egy jó irány lett volna. Nyilván nem fog megkövetkezni, legalábbis nem így. Most tehát kiépült egy egypólus amerikai érdek mentén, és amerikai mondjuk úgy vezetéssel. Oroszok próbáltak közeledni ehhez. Lássuk be. Mégpedig két szempontból. Egyrészt ugye a németekkel kialakított nagyon komoly, okos, stratégiai, gazdasági együttműködésre, ott az egyik irány, a másik pedig jelentkeztek a NATO-ba, emlékszünk rá. Tehát az nem blöff volt Moszkva részéről, mert ugye a NATO-nak gyakorlatilag nincs olyan szerepe ma már a Varsói szerződés megszűnésével, hogy katonai tömbbel szemben. Nincs, mert nincs katonai tömb szembe. Akkor mi a NATO? Akkor egy ilyen világbéke fönntartó szerep. Az úgy mondjuk ideológiailag még elfogadható, egyébként teljesen fölösleges a NATO, magunk között szólva, minden szempontból. Néhányan jól élnek belőle a tiszti karban, akik ott irányítják, de egyébként én azt gondolom, az amerikai külpolitikai érdekek képviseletén túl a NATO-nak semmilyen más szerepe nem volt az elmúlt mondjuk 30 évben különösen. De a lényeg az, hogy ugye azt érzékelhették, és most a ukrán háborúban egyértelműen ki is jött, hogy Oroszországot továbbra is Szovjetunióként kezelik, tehát ideológiailag egy idegen testként kezelik, nem akarják az Oroszországot Európa egységében látni, mert az európai egység nem érdeke Washingtonnak, megjegyzem zárójelben Pekingnek sem. Viszont leült tárgyalni az orosz és a kínai vezető, emlékszünk rá, egy 4-5 órás tárgyalás után fölálltak, és újra megborzongott a hátam a hallatán ennek a történetnek, mert deklarálták a második pólust. Tehát nem cicóztak, nem húzták az időt, nem mondták, hogy átmenet és egyéb, hanem deklarálták, hogy létrehoztuk a második pólust. Ez egy szempontból veszélyes, ha megengedik, így fogalmazok. Mégpedig azért, mert az eddigi egy pólusban érdekelt vezető, aki elhitte magáról, hogy ő a világura, hogy fog erre reagálni? Tehát nézzük meg, hogyha a hadipar már nem önfeledten amerikai, mert erre épülő gazdaságról beszélünk, nem tud úgy kereskedni, hogy igazi potentátoknak adja el, hiszen lesz alternatíva, és nem csak orosz, hanem kínai is elsősorban, akkor egy visszafejlődést jelenti minimum. De a legfontosabb a dollár szerepe. Tehát ugye az amerikai gazdaság másik igazi lába a dollár nemzetközi olajdollárnak hívott szerepében jelenik meg. Ugye egyre többen deklarálják, hogy ha nem is a yuan, de valami más pénznemben, akkor szeretnék ezt újraértékelni. Ezt megint a moszkvai tárgyaláson döntötték el. Én úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes vizekre vezet ezügyben Moszkva és Peking, mégpedig azért, mert azért Amerika még mindig olyan potentáltal rendelkezik, és a legújabb fegyvereket jelentve,
hogy eszkalálni tudja ezt a pici kis helyi konfliktust. Most a pici alatt nem a emberi halált értem, hanem mégiscsak egy kis területi fegyveres konfliktusról beszélünk, és onnantól kezdve bármi előfordulhat. Tehát amennyire nem hittem én a magam részéről, és ezt kimerem mondani abban, hogy az oroszok bármilyen stratégiai helyzetbe kerülnek Ukrajnában, nem fogják bevetni az atomot, mert ők Európában élnek adott esetben. Ezt az Egyesült Államokról most nem tudom elképzelni, hogy minden áron megpróbálja ezt az alternatívát elfelejteni. Ne legyen így, és nem gondolom, hogy ez holnap megtörténhet. Hogyha de... jól értem, akkor az oroszok ugyanúgy érdekeltek ebben a átalakításban, széthúzásban, átrajzolásban. Már csak azért is, mert végtére is ők az agresszorai ennek a háborúnak. Az oroszok úgy agresszorai, hogyha a szó szigorú értelmében vesszük, hogy 2022. februárjában megtámadják a szuverén Ukrajnát. Ugyanakkor, ha visszamegyünk csak egy 8 évet az időben, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok mint egy kocsmai verekedésnél. Tehát amikor két részeg közül az egyik provokálja a másikat, először csak legyingeti, egy kis pofon, még egy kis pofon, üs vissza, és egyszer váratlan pillanatban visszaüt a másik. Tehát az, hogy az oroszokat tudatosan szorították kijebb, ha úgy tetszik, a védelmi vonalakkal, és az oroszok számára tudható volt az, hogy nem tolerálják azt, hogy mondjuk 300 kilométerre Moszkvától, vagy 500 kilométerre Szentpétervártól olyan rakétákat telepítsenek, amelyeket fizikailag nem tud kivédeni. Nincs az a gyorsaság, ami ezeket a hiperszónikus rakétákat meg tudja addig fogni. Tehát onnantól kezdve Oroszország számára azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ő az agresszor, valóban így van, de azzal, hogy nem vették tudomásul Oroszország alapvető biztonsági érdekeit, amelyeket évszázadok óta hangoztatnak, amelynek mi elszenvedői voltunk, hiszen a Varsói Szerzésben ugyanúgy mi kelet-európai államok voltunk, az az ütköző zóna a Szovjetunió és a Nyugat között, aminek egy adott esetben egy háború kapcsán mi lettünk volna a rossz oldalán, hogy úgy mondjam ennek a történetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból Oroszország valóban, még egyszer mondom, ő az agresszor, csak a történet kerek akkor egész, és akkor értjük meg a történetnek a mozgatórugóit, hogyha ezt az egészet egyképként szemléljük, és még egy dolgot talán ez a kétpólusú világ kialakulásához, ez valóban ez egy nehéz szülési folyamat, de azzal együtt, hogy Laci azt mondja, hogy a NATO-ra nincs szükség, pillanatnyilag lehet, hogy ez néhány év, tized múlva igaz lesz. De jelen pillanatban Európa, amikor most ugye beszélünk, meg halljuk azt, hogy Macron elnök is beszél arról, hogy európai hadsereg, európai haderő kell, igen, de addig, amíg Európának egyetlen egy katonai műholdja nincs az égen, Európai Uniónak egyetlen egy GPS műholdja nincs az égen, Európának nincs űrkutatása. Európának nincs a hadipar high-tech részeiben a biológiai, vegyi atomfegyverektől kezdve, bezárólag, amellyel önálló erőt, elrettentő erőt lenne képes fölmutatni. Európában egyedüliként a Franciaország, aki atomnagyhatalom. Az oroszoknak van 6000, bevallott a 6000 robbanófeje, a franciáknak talán van 200. De ebből sem, mondjuk jó esetben a harmadát tudják olyan eszközzel felszerelni, amely célba juttatja. Tehát olyan rakétákkal, olyan bombázókkal. Tehát ebből a szempontból ezt lássuk, hogy az Európai Unió, mint olyan pillanatnyilag, ha az Egyesült Államok így kivonná a csapatait, és lennének ennek persze pozitív hozadékai is adott esetben, de hogyha bárki a világ túlsó feléről úgy gondolná, tekintettel arra, hogy a németektől kezdve a franciákon át az olaszokig, egyszerűen nincsenek olyan haderők. Tehát amikor a német hadipar részéről kiderül, hogy hát a
kellenének még leopárd harckocsik, csak éppen havonta az igényeknek a tizedét sem tudják legyártani. És ez még tegyük hozzá, hogy a következő évtizedekben, amire idáig beszéltünk, hogyha nincs olcsó energia és nincs nyersanyag, akkor a klasszikus fegyvereket sem tudja gyártani majd. Mert ha nincs, ez igen költséges szórakozás, mondjuk egy harckocsi páncélzatának az előállításához két dolog kell, rengeteg energia és mondjuk rengeteg első osztályú vasérc, amiből acélt lehet kovácsolni. Tehát pillanatnyilag csak ezer sebből vérzik Európa biztonsága, hogy ezt majd egyszer önálló rábra lehessen állítani, ahhoz teljesen új lóra kell ülni Európának. Látják, ez az, amikor a katonai hírszerző, meg a civil hírszerző látja a világot. Én megmondom, szerintem tovább is az a véleményem, hogy rendben van, kell akár európai fegyveres egységben megfogalmazott dolog, de ki az ellenség? Tehát Európa kivel akar háborúzni? Mert ugye Oroszország nem akar Európával háborúzni, ezt felejtsük már el, ez egy nem. Az, hogy egyébként ő agresszor, igen, mert embereket gyilkolt meg, de ő nem Ukrajnát támadta meg. Ő azt a területet próbálta kvázi katonaiak biztosítani, amit a Minszki szerződésben a Kijev aláírt, az angolokkal, franciákkal és németekkel együtt, és ami arról szólt, hogy ez egy olyan terület, ami se nem Ukrajna, se nem Oroszország. Viszont egy önálló létezésnek a feltétele. Ezt Minsk nem tartja be, illetve Kijev nem tartja be látványosan, oda küldi a náci Azov hadseregét, és gyilkolják önfeledten az ott élő, egyébként többségben lévő orosz nemzetiségű ukrán állampolgárokat, és ez megy 8 éven keresztül. Tehát én nem tudom fölmenteni Oroszországot, Jóska, az hasonlóan, az ügyben, meg nyilván hozzád hasonlóan, István, hogy emberek halnak meg egy lépés, egy katonai lépés miatt, ez nem elfogadható, semmilyen szinten, nagyon nehéz ezt pozitívan értékelni, bármit is rakunk mögé, de azért ismétlem, itt nem Ukrajna letámadása van, Ukrajnát nem oroszok fogják elfoglalni, hiszen a hitelekben odarakott és a hiteleken fegyvert vásárolt oroszok, illetve ukránok jelzáloggal fognak fizetni, mert hiszen pénzük nem lesz visszafizetni hiteleket, és a jelzálogjuk az igazi nagy történet ma már a bankvilágban, mint tudjuk, nálunk is, nem csak ott, ami azt jelenti, hogy ukrán föld, mint olyan, nem ukrán tulajdonban marad. Ugyanúgy az egyéb termelőeszközök, és így tovább. Tehát nem csak az újjáépítésről beszélünk, hanem arról is, hogy ezek a nagy mamut cégek, a BlackRockhoz hasonlók, akik egyébként már most aláírtak egy megállapodást, és még tényleg fogalma sincs senkinek, hogy mikor lesz vége, hogyan lesz vége, és így tovább. Ezek viszik el tulajdonképpen Ukrajnát úgy, ahogy van. És ugye ez a nagyon félelmetes, és hogyha valahol védekeznünk kellene, és hogyha katonailag igen, ha más gazdaságilag igen, akkor pont azzal tudnánk védekezni ennek támadással szemben, amelyik még csak nem is amerikai, hanem olyan emberek támadása, akik Amerikában élnek, csak nem feltétlenül amerikai adminisztráció oldalán jelennek meg, ugye ez a mainstreamről beszélünk, hogyha Európa egységben maradt volna. Mert akkor ott megjelenik a 6000 robbanófej Európa védelmében, már úgy hittem az orosz, és megjelenik az olcsó energia Európa védelmében, gazdasági védelmében, és az ásvány termékek, a vasérc és minden Európa érdekében. Tehát azzal, hogy Amerika gyakorlatilag sikeresen szétverte Európa egységét, és Oroszországot átlökte a másik irányba, immáron a második pólus irányába, ez azt gondolom, hogy az agressziónak is egyfajta formája. Ide kell tennünk egy pontot, pontosabban egy pontos veszőt, mert szerintem folytatni fogjuk, nagyon bízom benne, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm nektek a beszélgetést Földi Lászlónak és Horváth Józsefnek, és hát köszönjük a kedves közönségnek, hogy itt voltak velünk és részt vettek ebben a beszélgetésben, és nagyon szépen köszönjük a Mandiner stratéga nézőinek és hallgatójak, hogy követtek bennünket, hallgattak bennünket, néztek bennünket, kérjük, hogy kövessenek, hallgassanak és nézzenek bennünket továbbra is. Folytatni fogjuk, viszontlátásra! Iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.